Köszöntöm a nézőket, diákokat, a mai témánk Géza fejedelemsége és Első István államszervező tevékenysége. Ebből a címből önmagából látszik, hogy nem csupán Első Istvánról lesz szó, hanem az ő elődjéről, Gézáról is, és arról a munkáról, amellyel megalapozta tulajdonképpen István fejedelemségét, majd későbbi királyságát. A diák illusztrációinak a nagy része a 14. századi krónika gyűjteményünkből, képződményünkből, a képes krónikából származnak. Időnként magyarázatot is fogok természetesen fűzni a képekhez. Tehát nézzük meg, honnan is kezdjük ezt a témát, amely Géza fejedelemségéről szól. Nyilvánvalóan arról, hogy valamikor 895-6-ban és 904-ig bezárólag a Magyar Törzsszövetség tagjai, tehát a magyar nép beköltözött a Kárpát-medencében, ezt nevezzük honfoglalásnak. Ezt követő mintegy 70 évben a magyarok folytatták azt a tevékenységüket, amely jellemezte őket az etelközi és levédiai tartózkodás során is, tehát bérkatonaként szolgáltak, illetve zsákmányszerző akciókat hajtottak végre Nyugat-Európában egészen Hispániáig, Itáliában, Németföldön és a Balkán félszigeten is, ezeket nevezzük kalandozásoknak. 955-ben Augsburg városa mellett a Lech mezőn vereséget szenvedtek a magyarok, döntő vereséget a nyugati csapatoktól, ugye ide köthető a képen látható Lehel Kürtje történet is, amelyet most nem fogok részletesen ismertetni, és tulajdonképpen amikor 972-ben Géza lett a Magyar Törzsszövetség fejedelme, ugye Árpádnak a leszármazottjaként, akkor ő egy új fejedelmi politikát kezdett el bevezetni. Géza személyiségéhez hozzá kell tenni, hogy egy nagyon határozott személy volt, és nagyon jó politikai érzékkel rendelkezett. Az egyik nagyon jó politikai érzéke az az volt, hogy elvette feleségül az erdélyi területet uraló Gyula lányát, Saroltot, aki egy nagyon talpra esett, ma azt mondanánk tűzről pattant, vagy menő hölgy volt, csinos, gyakorlatias, és hát rendkívüli módon érvényesítette a saját érdekeit. A krónikák azt írják róla, hogy az ördögi tudományokban jártas volt, de ez nem elsősorban arra vonatkozik, hogy bármiféle okkult tevékenységgel foglalkozott volna, hanem arra, hogy ezeket a krónikákat római katolikus szerzetesek írták, és a görög ortodoxiába keresztelt Saroltról, mint eretnekről, ez volt a véleményük. És ez mutatja Gézának a politikai tehetségét is, hogy amikor fejedelem lesz, akkor a következő évben, a 973-ban a Quedlinburgi Birodalmi Gyűlésre, Német-Római Birodalmi Gyűlésre elküldi a követeit, és térítő papokat, lovagokat kér, és kifejezi a szándékát, hogy a nyugati, római katolikus keresztény Európához kíván közeledni. De ennek nem egy vallási felbuzdulás volt elsősorban az oka, hanem azért is tette ezt Géza, mert a regionális urak, akikről a későbbiekben részletesebben említést teszek, például Koppány, vagy az említett Gyula, vagy Ajtony, ők görög ortodox hitre voltak keresztelve, hiszen a 960-as években ők Bizáncban követként megkeresztelkedtek. És ezért, amikor Géza a saját hatalmát erősíteni akarta, nem akart második, vagy harmadik, vagy negyedik lenni a sorban, aki Bizáncban megy megkeresztelkedni, hanem elsőként a fejedelmek közül, vagy a nagyhatalmú emberek közül, ő nyugati módon, római rítus szerint keresztelkedett meg. És ugyanakkor megtartotta a nép, a magyar nép tömegeire jellemző pogány szokásokat is, és amikor megfedte őt egy püspök az udvarában, egy
katolikus pap, akkor azt mondta, hogy elég nagy úr vagyok ahhoz, hogy két urat szolgáljak. Tehát tulajdonképpen Géza megpróbált egyensúlyozni a két világ, a görög ortodox és a római nyugati mintájú világ határán, és a két vallás határán is, és így próbálta kormányozni a fejedelemséget nyugat felé. A regionális urakkal, mint Gyula vagy Koppány, ugye Koppány, aki a Balatontól délre eső területeket, az úgynevezett Somogyországot uralta, vagy a Maros alsó folyásánál levő Ajtony és a többiek felé, Géza egy elszigetelési politikát folytatott. Például Somogyországot több olyan őrponttal erősítette meg, illetve vette körül, amelyben a fejedelemnek katonái, harcosai voltak jelen, és ezzel próbálta ellenőrizni azt a régiót és azokat a mozgásokat, amelyek a Koppány felség területére jellemzőek voltak. Amikor érezte ennek a politikának, az elszigetelési politikának a sikerét, akkor igyekezett a saját dinasztiáját megerősíteni. Ennek egy emblematikus eseménye volt 996, amikor fiát, Vajkot, aki a keresztségben István vértanú után az István nevet kapta, összeházasította Bajor Gizellával, és ezzel a Friggyel együtt nagyon sok térítőpap érkezett a magyar fejedelemség területére, illetve lovagok, Hont, Vencelin és Pázmán, akik támogatói tudtak lenni katonai politikai értelemben a következő fejedelemnek, Istvánnak, és ugye ekkor jött létre Szent Márton hegyén, ma Pannonhalmaként ismerjük, a bencés apátság, amely szintén egy erős központjává vált a fejedelmi hatalomnak, illetve a Géza és István dinasztiájának. Amikor 997-ben meghalt Géza, akkor azonnal összeütközött ez a két rend, hiszen az öröklésnek kétfajta rendje volt. A primogenitúra, amely arról szólt, hogy az első szülött örökli a trónt, a fejedelmi hatalmat, a fejedelmi pozíciót, ez az első szülött István volt, vagy pedig a szeniorátus, amikor a legidősebb cselekvőképes férfirokon ül a trónra, és ezt a trónra ülést kifejezi a fejedelem özvegyének feleségül vételével, ez a személy pedig Koppány volt. Koppány azonnal bejelentette az igényét, megkérte gyakorlatilag Saroltnak a kezét, a követet egyébként kivégeztette Sarolt, tehát ezt vehette nemnek is Koppány, és mert nem volt, és tulajdonképpen azonnal kitört a két örökös jelölt között a harc, és Istvánnak pontosan itt sietett segítségére a nyugati lovagság. Ugye azt írja a legendája, hogy a Garam folyó mellett felövezték karddal, és Veszprém mellett vívtak egy csatát Koppány és István csapatai, és István lovagjai, Hont, Vencelin és Pázmán megölték Koppányt, akit halála után négy részre vágtak, és elküldték Veszprémbe, Győrbe, Esztergomba és Gyulafehérvárra a darabjait, ezzel megüzenve mindenkinek, hogy a trónöröklési harcból István került ki a győztesen, és hogy nem lehet az országot szétszakítani. Ezt követően ugye a következő regionális úr, akivel úgymond le kellett számolnia Istvánnak, ez a Gyula volt, aki Erdélyt uralta, ő mégiscsak egy rokona volt, ezért nem ölette meg, hanem házi őrizetben tartotta. Miért volt szükség erre, hogy ezt a területet meghódítsák? Nem csak amiatt, mert egy nagyon gazdag erdőkben és lakosokban is
gazdag terület volt, hanem itt voltak az erdélyi sóbányák, ami is a só ebben az időben fizetőeszközként is nagyon fontos ásványkincs volt. Úgyhogy a Gyula legyőzését követően Istvánnak sikerült a térséget, Erdélyt integrálni a fejedelemségbe. A déli ország részben volt Ajtony országa, amelyet szintén rendezni kellett ezt a kérdést Istvánnak, hiszen az Ajtony a Maros déli folyásánál, ahogy a térképen is láthatjuk, vámolta a Maroson leúsztatott sószállítványokat, amiből komoly jövedelemre tett szert, és ne felejtsük el, hogy ő is görög-ortodox hitű volt. És egy árulás folytán, amikor Csanád nevű alvezére elárulta Ajtonyt, sikerült legyőznie Ajtonyt is Istvánnak, Csanád vezette a fejedelmi seregeket, és Ajtony országát is integrálta itt tulajdonképpen a királyságba. És majd, amikor létrehozza itt a Csanádi püspökséget, akkor nagyon érdekes, hogy az udvarában maradt Gellért püspököt teszi meg Csanádi püspökké István. Miért Gellértet? Nagyon érdekes, mert Gellért Velencéből érkezett, tehát velencei származású volt, és ebben az időben Velence a bizánci birodalomnak volt, tehát a kelet-római birodalomnak volt a hűbérese, vagy a tulajdona, és ezért Gellért mindkét kultúrát, tehát a bizáncit és a nyugatit, hiszen ő egy római katolikus egyházi ember volt, tehát a nyugati és a keleti kereszténységet is ismerte, és úgy gondolta István, hogy a déli vidéken, ezen a vidéken egy nagyon jó egyensúly politikát fog folytatni ezekben a kényes kérdésekben. Miután az ország egységét tulajdonképpen megvalósította István, hozzálátott az államszervező és az egyházszervező munkájához, és erről fogunk a következőkben beszélni. A vármegyék megszervezése nagyon jelentős volt, hiszen kialakult a közigazgatás a magyar fejedelemség területén. Egyébként ugye István 1001 fordulóján meg is lett koronázva, a pápától, Szilveszter pápától kapta a koronáját, és egyébként pedig egy uralkodói lándzsát a német-római császártól, és ezzel, hogy mindkét féltől sikerült megkapnia a hatalmi jelvényeket, tulajdonképpen sem a császárnak, sem a pápának nem vált hűbéressévé, hanem egy szuverén magyar királyságot hozott létre, ugye 1001 a koronázás dátuma, feltehetőleg azért, mert 1000 december 25 és 1001 január 1-e között zajlottak a koronázási beavató felkenő rendezvények, istentiszteletek. És a közigazgatás kiépítése tehát a vármegyék rendszere volt. Ugye a vár volt, a királyi vár ennek a központja, nem kell itt ilyen hatalmas kőfalakra gondolnunk. Ha valaki ellátogat a szabolcsi várhoz, akkor látja, hogy ez tulajdonképpen egy háromszög alakú földből készült erődítmény volt, de ezek a várak lettek a központjai az István vármegyéinek, és a vármegyéknek az élén az ispánok álltak, ugye őket nevezzük megyés ispánoknak, és az ő főnökük volt a királyi tanács tagja, a nádor ispán, aki az összes vármegye vezető fölött diszponált, és az ispánoknak a feladata volt beszedni az adókat, az ő feladatuk volt bíráskodni a vármegyében élők vitás ügyeiben, és amikor harcba indult a király, akkor a vármegyék katonai erejét az ispánok vezették a királyi hadsereg táborába és a királyi zászló alatt. Az ábrán is láthatjuk, hogy a vármegyék területén voltak egyházi és földesúri birtokok. Láthatjuk, hogy az adók, a beszedett adók kétharmadát adta be a vármegye a királyi
kincstárba. Ebben az időben ezek az adók nem annyira pénzalapon, hanem sokkal inkább termény alapon működtek, és egyharmadát pedig az ispánok megtarthatták, és ugye a közigazgatás csúcsszerve volt a királyi tanács, amiben az egyház és a világi méltóságok voltak jelen. Tehát kell egy modern államhoz közigazgatás, István ezt a vármegyéken keresztül valósította meg. Kellenek törvények is. Istvánnak több törvénykönyvet ismerjük, közigazgatási, egyházi és gazdasági törvényeket is hozott a király, és ezek egy részéről a következőkben fogok szólni. A gazdaság ugye alapja az adók, illetve a gyepükön, a határokon szedett vámok voltak, ugyanakkor pénzt is kellett a királynak veretni, ugye volt arany szolidus, bizánci mintára vert pénze, amely nyilvánvalóan a nagy értéke miatt közforgalomban nem működött, de ezüst és részdénárokat is veretett a király, és ezeket használták. Itt egy ezüst dénárját láthatjuk, amin a király lándzsája felirat, Lanque Regis felirat látszik, és látjuk a zászlós királyi lándzsát, amely a királyi hatalomnak a jelképe. A közigazgatás, a törvények és a bíráskodás mellett, gazdaság mellett a bíráskodás volt a következő fontos része a modern állam megteremtésének. A helyi bíráskodást az ispánok végezték, ahogyan ez korábban elhangzott, az ispáni várakban, a vármegyék központjában, ahogy a képen egy rekonstrukciós ábra látható, de voltak úgynevezett törvénynapok, amikor Fehérváron a király tulajdonképpen személyesen hozott ítéleteket. 1083. augusztus 20-án ugye Fehérváron emelték föl István, a fia Imre, Gellért püspök és két szerzetesnek a testét László királyunk uralkodása alatt, és avatták szentté őket, és ekkortól kezdve alakult ki az a hagyomány, hogy augusztus 20-án Fehérváron az István emlékére törvénynapokat tartottak, amelyeket aztán a 13. századtól már törvény is előírt. Tehát országos bíráskodás ez így zajlott. Az egyházszervezés a következő nagyon fontos feladata a királynak. Ugye fölülről lefelé haladunk, láthatjuk a Magyar Királyság képén a fekete felirattal a különböző vármegyék neveit, ugyanakkor különböző színekkel látjuk az úgynevezett egyházmegyéket, ugye 12 egyházmegyét kívánt létrehozni István, az életében nem sikerült mindegyiket megszerveznie a 12 apostol mintájára. Egyébként ugye a Magyar Királyok címében benne van az apostoli király cím, ez pedig arra utal, hogy egyházalapító és szervező munkát is végeztek. Ugye a 12 egyházmegye úgy oszlott meg, hogy kettő püspökség volt, Esztergom püspöke volt érsek, bocsánat, érsekség, két érsekség volt, tehát az esztergomi érsek, mert Esztergom volt a király székhelye, a másik pedig a kalocsai érsek. A hagyomány szerint Kalocsa azért lett érseki rangra emelve, mert az Árpádoknak hagyományosan ott volt egy szálláshelye. A 10 püspökség épült ki, a neveket olvashatjuk, ugyanakkor pedig ugye számtalan kolostort alapítottak az országban, ezek közül kiemelkedő, ahogyan már mondtam, a Pannonhalmi apátság, vagy a Szentmártonhegyi apátság, amelynek a vezetője, a főapát uralma alá rendelték tulajdonképpen a valamikori Koppány uralta területek híveinek a lelkét és jövedelmét is. És templomokat kellett építeni, István egyik törvénye arról szólt, hogy minden 10 falu építsen templomot. Miért minden 10 falu? Mert a falvak általában 20-150 fős lakosságból álltak, és ezek a falvak önmagukban nem voltak képesek felépíteni egy templomot. Egyébként se ilyen hatalmas többhajós katedrálisokra kell gondolnunk, hanem általában az oltár szerepelt csak az épületben, és maga a pap is a
a templom ajtajában misézett, a hívek pedig a szabad ég alatt hallgatták. István elrendelte, a törvényeiben kötelezővé tette a vasárnapi istentisztelet látogatást, akik nem mentek el, vagy rendetlenül viselkedtek az istentiszteleteken, azokat pedig megbüntette. És bevezette az egyház számára fizetendő adót, ez az adó pedig a decima, vagy dézsma, azaz a tized volt, ami ugye már a Héber Bibliában, az Ószövetségben és az Új Szövetségben is előforduló pénzügyi akció, amikor a hívők a gyülekezetüknek, vagy a zsidók a mindennapi áldozatok bemutatására és a vallás gyakorlásra a jövedelmük egy tizedét befizetik. Tehát ez egy nagyon régi bibliai elv volt, a tizedfizetés, amit gyakorlatba is átültetett, törvényi alapon kötelezővé tett a király. A külpolitikája Istvánnak szintén nagyon érdekes, hiszen Bajorországgal dinasztikus kapcsolatai vannak Gizella révén. A pápával és a német-római birodalommal kiegyensúlyozott a kapcsolat, ahogyan erre utaltam már. Bizánccal is minden rendben volt, nem voltak fegyveres konfliktusok. Ugye egy hozzánk a honfoglalás előtti magyarsághoz hasonló nomád nép, a besenyők többször betörtek az országba, de a király az ispánok csapataira támaszkodva, vármegyék csapataira támaszkodva mindig visszaszorította őket, és nagyon érdekes, hogy amikor meghal a Bajorország királya, ugye István sógora, akkor utána a németek megpróbálják elfoglalni, vagy hűbéressükké tenni Magyarországot, de ezt az 1030-as német támadást visszaveri István király. A trónutódlás kérdéséről is kell beszélnünk mindenképpen. Ugye Istvánnak két fia van, Henrik, akit később Imrének hívunk, és neki volt egy bátyja, Otto. Otto fiatalon meghalt, Henrik, vagy ahogy ismerjük, Imre herceg pedig 1031-ben egy balesetben, ő az a bizonyos Imre herceg, aki ugye tisztaságban megőrizte magát a házasságban, tehát nem hálták el a házasságkötést a feleségével, illetve hozzáírta, vagy számára írta az intelmeket, a királytükör műfajú intelmeket, uralkodási, életvezetési tanácsokat István király. Miután Imre meghalt, ezután nagy kérdés volt, hogy ki legyen az utód. Ugye a képes krónika ábrázolásában nagyszerűen látjuk ezt az egész kérdést egy képben. Ugye az egyik kép az, amikor a képünk alján, az illusztráció alján a koporsóba teszik a elhunyt Imrét, és ugye a király és a királyné kellőképpen szomorkodnak. Viszont a másik képen azt látjuk, hogy két katona ül egy emberen, és valamit csinálnak az egyik szemével. Ez a valami pedig az, hogy Istvánnak egy rokona volt, Vazul, aki alkalmas lett volna a kora képessége révén az uralkodásra, de nem volt biztosított számára, vagy nem volt biztosított, hogy ő megmaradna a keresztény hitben, és ezért István parancsára, uralkodásra alkalmatlanná tették, kiszúrták a szemét, és a szemébe és a fülébe is olmot öntöttek, ezzel ugye megfosztva mindenféle olyan képességétől, amelyet az uralkodás során hát a hallást és a látást használni tudott volna, és a kép bal felső sarkában pedig látjuk azokat, a három lovast elmenekülni, vagy ellovagolni, ezek pedig Vazul fiai, akik majd a későbbiekben Béla, András és Levente, akik majd vissza fognak térni, hogy átvegyék az uralmat. Végül István az unokaöccsét, a velenciei Dózse és a húga, István húgának a fiát, Orzeoló Pétert hívta az udvarába, és jelölte ki utódjának. Mi István királynak a hagyatéka?
Hát mindenképpen az, hogy ő egy hivatkozási pont a magyar történelemben, ezért nevezzük államalapító királynak. Volt, jól lehet, előtte 100 éven keresztül magyar fejedelemség, de az úgynevezett keresztény Magyarország, vagy nyugati típusú Magyarország megalapítója mindenképpen István király. Ő szervezi meg a magyarországi katolikus egyházat és a magyar állam közigazgatását. Európai törvényeket hozott, értsük úgy, hogy a nyugati kultúrkörhöz közelítő törvényeket, az új gazdaságpolitikája és az új társadalmi berendezkedés is, ami őt kiemelkedővé teszi, hiszen az ő uralma alatt kezdődött meg a társadalom átalakulása, a szabadok és rabszolgák társadalmából a nemesek és a jobbágyok, illetve a városi polgárok társadalmára. Ugye zárásként szeretném megmutatni, hogy kellenek majd forrásokat elemezni, ha valaki érettségizik, és itt egy képes történetből származó szöveget olvashatunk, és kérem majd a nézőt, hogy ennél állítsa meg, olvassa el figyelmesen ezt a szöveget, és utána mutassa be, írja ki magának, hogy melyek azok az elemek, amelyek utalnak arra, hogy István mind az állam, mind az egyház szervezetét elkezdte kialakítani. Most erre hagynék időt, tehát nyugodtan stoppolja le a képernyőt mindenki, oldja meg a feladatot, és bemutatom azt, hogy nagyjából a pirossal jelzett dolgoknak kellene ott lenni, hogy formálisan az európai keresztény államközösség egyenjogú tagjává vált a magyar királyság, volt koronája Istvánnak, anélkül kapta meg a koronát, hogy vazallussá vált volna, önálló magyar egyház szervezete volt, ellentétben például a csehekével, és királyi vármegyéket hozott létre, és pénzt is veretett, tehát a szuverén államiság minden fontos ismérvével rendelkezett a magyar királyság. Az óra végén olvashatóak azok a kulcspontok, és nyugodtan itt is meg lehet állni, és ki lehet ezeket jegyzetelni, amelyeket érdemes tudni erről a témáról, tehát a Géza és István uralkodásáról és az államszervező munkáról, és aki még tovább elmélyedne ebben a témában, annak néhány szándékosan nem internetes oldalt, hanem nyomtatott irodalmat, ami persze az interneten is egy része elérhető, megadnék, hogy így lehet továbbolvasni a témában. Köszönöm a figyelmet!